recipe. You can just use your favorite vegetables, some avocados, or just the space on your liking. They're so delicious. I've added some rice, Sziasztok! Ki csinálta ezt a videót, amit láttatok? A mai egy nagyon különleges lesz, ugyanis egy speciális személynek dedikálom az egészet, egy versenyen indultam, és gondoltam, hogy ma megmutatom, hogy hogyan is szerkesztettem össze, vágtam össze a dolgokat, és nem más, mint Mr. Daniel Schiffer. Hi Daniel, if you are watching, drop a like and a comment that you are here. I'm so excited to show everything, but this channel is in Hungarian, so it will be in my native tongue, Hungarian. Szóval, ennyi volt, de remélem itt van Daniel. Ha nincs itt, akkor menjetek át a csatornájára, és erre a videóra, meg linkelem is a leírásba, kommenteljétek, hogy köszönjön be ide. Szóval, Daniel óriási inspiráció, és rengeteget tanultam tőle, most pedig egy challenge-et hozott létre a Storyblocks-szal közösen. Volt jó pár évvel ezelőtt egy videója, amiben salátát készített a barátnőjével, és most egy hasonlót, egy pokéból nyers felvételeit adta meg, és abból úgy, ahogy a jelentkezők gondolták, lehetett vágni valamit, és úgy gondoltam, hogy ezt a gyors kihívást én is megcsinálom, úgyhogy megmutatok mindent. Kezdve azzal, hogy rengeteg, tényleg sokkal több forrás volt, nyers anyag, mint amiből lehetett dolgozni, ezeket letöltöttem, és ő nagyon szépen berendezte ezeket, amiket én egyből már importáltam is Final Cut Pro-ba, és ahogy látjuk is, hogyha itt kibontom, akkor látszik, hogy mindegyiknek ott van a neve, hogy milyen, és ahogy görgetem, itt van ez a rengeteg anyag. Na az első, amit megcsináltam, azt úgy hívják, hogy string out, hiszen nem feltétlen olyan sorrendben volt, ahogy én logikusnak tartottam, ez mindenkinek a szabad alkotási folyamata, úgyhogy elkezdtem berendezgetni az összes fájlt, itt ugye látod is, hogy itt van, hát ez összesen több mint 8 perc, úgyhogy rengeteg hasonlósátot egymásra raktam, itt például paprikák szóródnak különböző módon, és hogyha mondjuk ezt a klippet így eltüntettem innen, látszik, hogy különböző szögek vannak. Ez volt az első. Miután ezt megcsináltam, elkezdtem gondolkozni azon, hogy én milyen hangulatot szeretnék, hogy szeretném a sztorit elmondani. Ugye a sztori az, hogy ezt a pokébolt elkészítjük. Ehhez duplikáltam, és megcsináltam a string outnak már egy olyan verzióját, ahogy én gondoltam, hogy én ezeket sorba fogom rakni, még mindig nem tudtam, hogy melyik klipet fogom használni, ezért van, hogy sok helyen egymás felett van több klip, viszont mondjuk itt látható az, hogy 3 klip van egymáson, viszont volt egy megérzésem, hogy melyiket szeretném használni. Így elkészítettem a sorrendet, és amikor ezzel megvoltam, akkor kezdtem el editálni. Mi az első lépés, illetve a második, hiszen az első az volt ugye, hogy betettem az összes klippet, rendeztem, kitaláltam, hogy én milyen hangulatot, milyen sztorit szeretnék átadni. A következőt, hát nehéz lesz így megmutatni, mert itt már a kész filmet látjátok. Az első, amit elkezdtem csinálni, hogy a konkrét klippeket kiválasztottam, és ugyanúgy a string out alapján kivettem, amit nem szeretnék, eldöntöttem, hogy mi a végleges, és így alakult ki ugye ez a sorrend. Azután, hogy ez megvan, elkezdtem azon is gondolkozni már a rendezés folyamatában is, hogy melyik klip hogy illik egymásba, milyen mozgás van. Ugye az egy nagyon nagy kihívás volt számomra, hogy ezeket nem én vettem fel, lehet, hogy máshova jó lett volna még valamilyen klip, de mondjuk Daniel ezt nem vette fel, és megnéztem, hogy a mozgásokat hogyan tudom mással összehangolni, ami nekem egybe illik, jól néz ki, Danielnek is remélhetőleg tetszeni fog, hiszen ez egy challenge, és az egész így egybe van. Amikor ez megvolt, elkezdtem gondolkozni, hogy hol, milyen átmenetek, ugye a transition, ez a creamy, bíróló stílusban nagyon fontos, és akkor végig például az elsőnél tudtam azt, hogy a Motion VFX-nek egy Wipe Left pluginját használom, hiszen hogyha megnézzük, itt annyi történik, hogy átment jobbról balra, vagy balról jobbra. A következőnél is egy ugyanilyen transition-t használtam, hogy átmenjen. Itt ugye az volt, hogy ahogy kihúzza a kést, már elment jobbra, hogyha mi nézzük nekünk jobbra, és ugyanúgy jobb irányba dobta az uborkát. És ha megnézzük,
A szemnek ez egy kellemes, hogy ugyanúgy lett dobva. Valahol hardcutokat használtam, ahol nem éreztem azt, hogy feltétlen kell. Nem kell mindig, ez nagyon fontos, transitionöket csinálni, hanem mindig azt kell feltenni magunknak azt a kérdést, hogy hol ad hozzá még a sztorihoz. Nos, viszont itt, mivel van egy gyors mozgás, hát mindegyik klipnél, amit megcsináltam, most egynél megmutatom, hogy hol gyorsítottam, hol lassítottam, itt a 100% a 120 fps-t jelent, így ugye, hogyha belegondolunk, a 8-szoros lenne az igazi, nem a 4-szeres, rosszul mondtam, a 4-szeres lenne az igazi 25 fps-sel, nagyjából kalkulálva, ezért, amikor például kétszeresre gyorsítottam fel a 100-hoz képest, még mindig lassú volt. Vannak olyanok, próbálok egy olyat keresni, ahol hát, ha ki lesz írva, nincsen kiírva, de ilyen 800, tehát 8-szoros, vagy akár 20-szoros gyorsítást is alkalmaztam, és látszik, ezek a speed rampek, és itt ezek a kicsi kis részek, ott lehet azt alakítani, hogy mennyire gyorsan történjen meg, vagy mennyire ilyen smooth, szépen lassuljon le a klip, ezt ease in, ease out-nak nevezik. Nos, amit még csináltam, hogy ahol gyorsításokat alkalmaztam, itt is látszik, oda beleraktam egy kis motion blurt utólag, mert a motion blurrel még jobb lesz az átmenet, nézzük meg például ezt itt. Egy minimális volt, de mégis jobb motion blurrel, mint nélküle. Most ez a klip nagyon érdekes, két klipnél csináltam egy ilyen rajzolást, ugye itt lehet látni, és a másik pedig itt látható. Nos, hát ez a Pixel Film Studiosnak egy pluginja, és konkrétan megmutatom, hogy ez hogy néz ki, hogy amikor belemegyünk itt az editorba, akkor ugye megjelennek nyilvánvalóan a pluginek, amikor itt az editorba belemegyünk, ugye megjelennek nyilván a pluginek, és van egy olyan kis editor rész, ahol látszik, hogy ezek most itt vannak, és tudnék bele rajzolgatni, most nem szeretnék, de minden egyes frame-nél meg kell rajzolni, hogy mikor, hogy van, rengeteg beállítási lehetőségünk van, szín, milyen vastag legyen egy ilyen kis homályosítás, amit feathernek hívnak. Mit csináltam még? Na, ez egy nagyon kedvenc átmenetem, ugye itt bekeveredett, itt is látszik egy mozgás, hogy megyünk balról jobbra, és becsavarta az avokádót, a következő pedig a háta mögül vágja az avokádót. Ez ugye sztoriba illik, viszont hogyha csak ilyen nagyon egymás mellé teszem a klippeket, akkor olyan furcsán jön ki, mert az egyik csak így van, aztán egyszer csak elsötétül, ezért alkalmaztam egy transition-t, most mutatom lépésről lépésre, ami már az első klip felett bejön, majd utána az opacity-ét levettem, tehát hogy mennyire látható, és így ment át a következő klipbe, és hogyha megnézzük, így sokkal jobban egybe van a két klip. Menjünk tovább. Még amit szeretnék említeni, hogy beraktam, most itt megkeresek egy pontot, ahol jól látható, lehet ez az elején még igen, itt nagyon jól látható, hogy van bal felül az a kis fény, amit utólag raktam rá, ez is egy ilyen kis hangulatod ad az egésznek, mégis egy ilyen receptes csaj, ilyen feeling, úgyhogy egy ilyet is beraktam, és ezeket nem mindenhova, nem kell túlzásba vinni, és ha megnézzük, ilyen 8%-os opacity-vel átlátszósággal tettem, hogy csak épp hogy benne legyen érzésre. Oké, folyamatosan mentek különböző transition-ök, láttad már a klippet, úgyhogy ebben nem megyek jobban bele, folyamatosan ezt használtam. Volt még egy nagyon érdekes klip párosítás, amit kitaláltam, hogy itt ugye vág, utána meg, amit felvágott, az belemegy egy tálba. És akár lehetne ez így szépen egymás után, de ez egy hard cut. És azt álltam ki, hogy nyilván ennek a klipnek még van előbbi szakasza, és fogtam az előbbi szakaszát, sőt, még konkrétan esett egy külön egy kis paprika már beleesik, ugye ez látható itt, és itt, amit most kivettem, most vissza fogom rakni. Itt látható, de végig körbe maszkoltam, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy megjelenik, látható, ahogy esik, és majd amikor pont a tálba esik, akkor váltok át a következőre, és lehet, hogy ezt ha észrevetted már az első klipnél, akkor írj egy kommentet, de nem vesz észre az ember feltétlen, de tudat alatt mégis jobb az átkötés. Nézzük meg. Ilyen lett, és ilyen nélküle. És szerintem most, hogy már tudjuk, hogy az ott van, hát tökre zavaró, hogy nincsen ott, és pont kell ez az extra mozgás, hogy így átmenjen.
egyszerű, de mégis szerintem hozzáad a kliphez. Oké, az utolsó átmenet, amit szeretném megmutatni, hogy tudtam azt, hogy itt van ez a bepörgetett, ugye ugyanaz, amit eddig is láthattunk, kis tálka, amiben benne vannak a paprikák, be van pörgetve, és fellülnézet van, és volt egy másik olyan majdnem szinte fellülnézetes kép, ahol pedig a só vagy bors azt így töri a hölgy, amúgy Danielnek a barátnője, és szerintem ez a kettő nagyon jól egybeillik, és itt egy olyan plugin-t használtam ugyanúgy a Pixel Film Studios-tól, ami Transmasknek hívják, és azt lehet benne beállítani, hogy az első ponttól láthatod itt, hogy beállítottam, hogy a tál legyen az, amiben majd a transition fog történni, és szépen ahogy megyünk, ott lesz az első, ahogy megjelenik, tehát szinte a tálba megyünk bele, itt is nagyon sok mindent be lehet állítani, én például betettem a motion blurt, viszont nagyon fontos, hogy más effektet nem tettem bele, mert teljesen felesleges, hogy túl sok effekt legyen, és ezzel tudtam elérni, hogy egybe van a két klip. Talán még egy utolsó dolog, ez az első jelenetnél, itt látható, hogy ugye ráírtam a Pokébolt, ami egy 3D hatásban van benne, hiszen maga a mozgása is annak a klipnek olyan, hogy egy picit ilyen 3D-sen orbitolunk. Ehhez a Motion VFX-nek a M-Tracker 3D-t használtam, ezt igazából rá kell rakni a klipre, letrekkeli magától teljesen automatikusan, és ezt kopizzuk, és vannak hozzá különböző kiegészítő packek, ilyen extensionök, ez egy sima szöveges kiírás, beraktam, és meg lehet határozni, hogy hol legyen maga az, amire mi trekkelni szeretnénk, és utána 3D-be behelyeztem, és így van az, hogy ő pontosan nagyon szépen ott van addig, amíg az első kiírás is benne van. Meg vagyunk az edittel, de ezek amúgy logfájlok voltak, tehát hogyha megnézzünk, válasszunk ki egy klippet, hogyha nincs rajta a color grading, akkor ezek ugye egy ilyen nagyon szürke, sápadt klippek, azért jó így forgatni, mert ebből sokkal jobban lehet color gradelni is, tehát a színeket megcsinálni, azért lett ilyen szín, de leveszek valamit, mert utólag még egy nagyon-nagyon kicsi, de látható mennyit használtam, 23%-ot, amúgy Danielnek az egyik látcsomagjából, amit nagyon ajánlok, ráraktam, és így még egybe lett az összes klip is hangulatilag, és lett egy ilyen kis felemelkedett, mégis ilyen cool hatása, de nem toljuk túl az effektezés természetesen. Megvan a film. Ehhez választottam egy zenét, ezt amúgy Epidemic Soundról, és van is egy link, amivel kedvezményesen regisztrálhatsz a leírásba, ott van, hogyha szeretnél jogtiszta, nagyon király zenéket találni. És azt csináltam meg először, hogy ugye a zene is egy külön dolog, itt ugye hallatszik, de ha belemegyek, itt ezt a zenét is nem végig használtam, hanem amikor végignéztem, különböző részeit összevágtam, és pont kijön az ütem. Nekem így jött be, amúgy volt egy 30 másodperces limit, nekem 28,5 másodperc lett, így vágtam meg a szöveget, és utána elkezdtem azt, hogy a transitionok, a klippek hossza mindig természetesen ütemre, vagy megfelelően a zenével jöjjön ki, ami egy kis trükk, hogy a zenében volt nagyon sok ilyen whoosh effekt, ilyen effekt, és megpróbáltam, hogy ott, amikor olyan van, alapból is ilyen legyen, akkor is, hogyha még utólag raktam rá hangeffektet, amiről egy pillanat múlva beszélünk, de előtte még, amit megmutatnék, hogy van egy recept is, hogyha ezt is kihallottad, arra is kommentelj, és abban a receptben vettem egy sima recept videót, ahol Pokébolt készítenek, és kiválogattam olyan részeket, ami szerintem illik a kliphez, be az elején elmondja, hogy Pokébolt csinálunk. Amikor például rizsöntés volt, akkor mondja, hogy add some rice, tehát adjunk hozzá pár, adjunk hozzá rizst, rizset, rizsát. És ez végig követi a zenét, és hogyha össze meghallgatjuk a kettőt együtt, ad ez is egy extrát. Na és akkor menjünk át a hangeffektekre. Mielőtt kivesézzük, nézzük meg az egész klippet, zene, a recept nélkül, csak a hangeffektekkel. Thank you.
hogy tetszett, ennélkül ugye nem lehet videó, és mindig elmondom, ugye sokan jelentkeztek YouTube-on, ha beírod, hogy Daniel Schiffer Pokéból rengeteg klipet látsz, kíváncsi vagyok úgy is a véleményedre, hogy a többihez képest szerinted milyen az enyém. Lettek, nyilván sokan jelentkeztek, lett pár nagyon jó, de a hangeffektre a legtöbben nem figyelnek oda. Én ezt különböző részekbe tettem, és itt látható is, hogy vannak effektek, vúsok és hitek. Az effektek azok, amik magukban a bármi, ami történik, annak szeretnék egy hangot adni. Például itt van, hogy kihúzza a kést. Van egy ilyen. Van, hogy például vág. Használunk vágáseffektet. Akkor van, amikor kidobja a paprikákat. Felismered, hogy ez milyen hang? Konkrétan, nem találtam konkrétan paprika öntő hangeffektet, ezért a legközelebbi, amit találtam, hogy egy bowling golyó ugye a bábukat szétüti, és ezt tettem be hozzá. Miután megvolt az alaphangeffekt, hozzáadtam a vúsokat. Nézzük meg, hogy milyen, hogyha nincsen például vús. Semmi, míg hogyha hozzáadunk egy vúst. Szépen, de nagyon fontos, hogy ezt nem szabad nagyon hangosra hagyni, mindig van a zene, és csak épp, hogy egy feeling legyen. Hallgassuk meg együtt. Csak épp, hogy. És az utolsó dolog, amit hozzáadtam, azok hitek vagy riserek, ami azt jelenti, hogy amikor van mondjuk valamilyen becsapódás, akkor még azt is amúgy ütemre, hiszen az egész klip ütemre van hangolva, de még külön egy extrát ráraktam. Itt volt, jön még egy. És itt most fel, mert felhúzta. Na, és akkor az egybe már hallhattad, hogy milyen. Ez a videó ennyi volt, amúgy ma vettem fel, nagyon gyorsan. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszett, tényleg írd be, hogy miket vettél észre, akár csinálnál-e valami mást, és belinkelem azt az oldalt, hogyha szeretnéd kipróbálni, hogy te mit editálnál, akkor jelentkezhetsz is amúgy a challenge-re, vagy challenge-en kívül, ha megcsinálod, elküldöd, nekem nagyon szívesen véleményezem. Köszönöm, hogy itt voltál. Amit tudni kell, hogy éppen most zajlik a Home Office Tour videóm, amit hogyha érdekel az, hogy milyen eszközökkel csinálok ilyet, és miért tudtam ilyen gyorsan összehozni egy videót, mi kell ehhez, hogy raktam össze ezt a kreatív teret, akkor nézd meg azt a videót, illetve az ilyen krimi bírólogba vagy benne, beteszek ide egy másikat. Remélem, hogy abban, vagy egy következő videóban találkozunk. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!